amikor keverjük, akkor hamar kezd leégni, amikor már hozzáadjuk a lisztet, és rengeteg lisztet fog ahhoz képest fölvenni, amennyit először gondolnánk. És közben ugye itt mellettem a kollégák megtirították a megtisztított rákokat, ugye itt látszik, hogy szépen visszanyerték azt a szint, amit mondjuk egy sült ráktól elvárunk. És ugye a bevágásnak köszönhetően ugye kinyíltak, amit mutattam. Így, tehát ha ezeket tesszük egymásra, akkor sokkal magasabbra tudjuk építeni a tányéron az ételünket, és sokkal látványosabb lesz. Már csak azért is, mert ugye a risottot majd mély tányérba fogjuk kínálni, tehát valahol vissza föl kell építeni.